polgári ügyekben a határidőkben nem számít bele az ítélkezési szünet időtartama, amennyiben tehát a bíróság határozatában 15 napot ad egy nyilatkozat megtételére, és azt július 14-én vesszük át, ezt egészen szeptember 4-ig tehetjük meg. Vannak azonban esetek, amikor nem lehet figyelmen kívül hagyni az ítélkezési szünet idejét, ezek többek között a szülői felügyeleti jog megszüntetése iránti per, sajtóhelyreigazítási per, megszüntetett munkaviszony helyreállítására irányuló per, a megelőző távoltartás, végrehajtási perek, valamint a cégeljárás, a csőd és a felszámolási eljárás is. Az ítélkezési szünet alatt a bíróságon számos más ügyet is el lehet intézni. Ebben az időszakban is a félfogadás, az irodai iratmegtekintés, vagy pedig az ügyfél segítő napon történő felvilágosításadás, vagy beadvány, kitöltés, vagy segítünk az ügyfeleknek megfogalmazni a kérelmeiket, ezek változatlanul működnek. Minden bíróságunkon, szerdai napon, járásbírósági szinten van félfogadási nap, ahol várjuk a jogkereső közönséget, és kollégák segítenek az ügyeik intézésében. A nyíregyházi törvényszék elnöke hozzátette, a büntető ügyszakra nem vonatkozik az ítélkezési szünet. A legkisebb szabálysértésektől kezdve a büntettekig megtartják az előállításokat, vádemeléseket, valamint a büntetések kiszabását is a nyíregyházi törvényszéken.